Jeffrey Raymond. Aznap további bizonyítékot is kaptam rá, milyen sikeres Poirot taktikája. Hétfői provokációja az emberi természet mélységes ismeretéből fakadó finom fogás volt. Mrs. Ackroydból a félelem és a bűntudat keveréke már kifacsarta az igazságot. Ő reagált elsőnek. Aznap délután, amikor beteglátogató körutamról hazaértem, Caroline azzal fogadott, hogy Jeffrey Raymond épp az előbb ment el. Beszélni akart velem? Kérdeztem, miközben az előszobában fölakasztottam a kabátomat. Caroline ott lábatlankodott a könyököm mellett. Monsieur Poirot-val akart beszélni, mondta. Éppen csak átjött a vörös fenyőből. Monsieur Poirot nem volt otthon. Mr. Raymond azt hitte, talán itt van, vagy te tudod, hogy hol lehet. Halvány fogalmam sincs. Megpróbáltam rábeszélni, hogy várjon, mondta Caroline, de azt mondta, hogy fél óra múlva majd újra benéz a vörös fenyőbe, és elindult a faluba. Nagy kár, mert Monsieur Poirot gyakorlatilag abban a percben jött, amikor ő elment. Ide jött? Nem, haza, a vörös fenyőbe. Honnan tudod? Az oldalsó ablak, mondta Caroline tömören. Nekem úgy tűnt, hogy kimerítettük a témát. Caroline más véleményem volt. Nem mész át? Hová? Hát a vörös fenyőbe. Drága Caroline-om, mondtam. Minek? Mr. Raymond rettenetesen szeretett volna beszélni vele, mondta Caroline. Hát, ha te is hallhatnád, hogy miről van szó. Felhúztam a szemöldökömet. A kíváncsiság nem tartozik a megrögzött bűneim közé, jegyeztem meg hűvösen. Kellemesen megvagyok anélkül, hogy pontosan tudnám, mit csinálnak, vagy mit gondolnak a szomszédaim. Lárifári ostobaság, James, mondta a nővérem. Te pontosan ugyanannyira szeretnéd tudni, mint én. Csak te nem vagy olyan őszinte, ennyi az egész. Neked mindig meg kell játszanod a szemtelent. Na hát, Caroline, mondtam, és visszavonultam a rendelőmbe. 10 perc múlva Caroline kopogott az ajtón, és belépett. Valamit tartott a kezében, ami lekváros üvegnek látszott. Azt gondoltam, James, mondta, hogy nem lennél szíves ezt az üveget naspolya kocsonyát átvinni Monsieur Poirot-nak. Megígértem neki, még soha nem evett házi naspolya kocsonyát. Miért nem megy enni? Nem ér rá, stoppol. Egymásra néztünk el, lány meg én. No jó, mondtam és felálltam. De ha átviszem ezt a borzalmat, én csak leteszem az ajtó elé, érted? Nővérem felvonta a szemöldökét. Ó, természetesen, mondta, kibeszélt bármi másról. Ezt a menetet Caroline nyerte. Ha véletlenül találkozol Monsieur Poirot-val, mondta, amikor már nyitottam az ajtót, megmondhatnád neki, mi van a csizmával? Nagyon ügyesen lőtte belém búcsúzóul ezt a nyilat. Borzasztóan szerettem volna megérteni a csizma rejtélyét. Amikor a Breton főkötős öregasszony ajtót nyitott, azon kaptam magamat, hogy automatikusan megkérdezem, otthon van-e Monsieur Poirot. Poirot felugrott és elém jött, a jelek szerint nagyon megörült nekem. Foglaljon helyet, kedves barátom, mondta. Ide a nagy fotelbe? Ebbe a kisebbe? Nincs túl meleg a szobában? Szerintem fullasztó hőség volt, de ezt nem mondtam meg. Be volt csukva az ablak, és nagy tűz lobogott a kandallóban. Az angolok mániákusan oda vannak a friss levegőért, jelentette ki Poirot. Sok levegő, nagyon helyes, odakin, ott a helye. De miért kell beengedni a házba? No, de beszéljünk ilyen banális dolgokról. Van valami a számomra, ugye? 2 dolog, mondtam. Először is, ez a nővéremtől. Átnyújtottam a nagy üveg naspolyakocsonyát. Milyen kedves Mademoiselle Caroline-tól, nem felejtette el az ígéretét. És a másik? Információ, vagy olyasmi. Elmeséltem neki Mrs. Ackroyddal folytatott beszélgetésemet. Érdeklődéssel hallgatta, de különösebb izgalom nélkül. Ez tisztázza a dolgokat, mondta elgondolkodva. És van bizonyos értéke azért is, mert megerősíti a házvezetőnő tanúvallomását. Emlékszik? Miss Russell azt mondta, hogy nyitva találta a tárló tetejét, és menet közben lecsukta. No, és az a kijelentése, hogy azért ment a szalomba, hogy megnézze, frissek-e a virágok?
Ó, azt mi soha nem vettük komolyan, igaz, barátom? Az nyilvánvalóan csak egy sietve kiagyalt kifogás volt, hogy valamivel megmagyarázza a jelenlétét, amelyen egyébként magának valószínűleg soha nem jutott volna eszébe. Csodálkozni. Lehetségesnek tartottam, hogy az izgatottságának az volt az oka, hogy ő piszkált bele a tárlóba, de most már azt hiszem, másokat kell erre keresnünk. Igen, mondta. Amikor kiment, kivel találkozott, és miért? Gondolja, hogy azért ment ki, hogy találkozzon valakivel? Igen, Poirot bólintott. Én is, mondta elgondolkozva. Egy darabig hallgattunk. Mellesleg, mondtam, van egy üzenetem is a maga számára a nővéremtől. Ralph Paytonnek fekete csizmája volt, nem barna. Miközben átadtam az üzenetet, erősen figyeltem, és úgy éreztem egy pillanatra, nyugtalan kifejezés fut át az arcán. Ha igen, úgy szinte azonnal el is múlt. Teljesen biztos benne, hogy nem barna? Teljesen. Á, mondta Poirot sajnálkozva. Kár. Egészen csüggetnek látszott. Nem bocsátkozott semmiféle magyarázatba, hanem azonnal más témára tért át. A házvezetőnő Miss Russell, aki péntek reggel elment magához megvizsgáltatni magát. Indiszkrét vagyok, ha megkérdezem, mi zajlott ezen a beszélgetésen. Már úgy értem, az orvosi részletektől eltekintve. Egyáltalán nem, feleltem. Amikor túl voltunk a beszélgetés hivatalos részén, néhány percig a különféle mérgekről beszélgettünk meg arról, hogy könnyű-e vagy nehéz kinyomozni őket. Aztán meg a kábítószerekről és a kábítószer szedőkről. Különös tekintettel a kokainra? Kérdezte Poirot. Honnan tudja? Kérdeztem némileg meglepette. Válasz helyett a kis emberke felállt és átment a szoba másik felébe, ahol összerakott újságok feküdtek. Oda hozta nekem a Daily Budget szeptember 16-ai pénteki számát és megmutatott benne egy kokaincsempészekről szóló cikket. Kissé szenzációhajhász cikk volt, főleg a festői hatást tartott a szem előtt. Ez ültette a fejébe a kokaint, barátom, mondta. Tovább kérdezgettem volna, mert nem értettem teljesen, mire gondol, de abban a pillanatban kinyílt az ajtó, és bejelentették Jeffrey Raymondot. Frissen és vidáman lépett be, mint mindig, üdvözölt minket. Hogy van, doktor? Monsieur Poirot, most vagyok itt másodszor ma. Nagyon szerettem volna elcsípni önt. Talán jobb lesz, ha én megyek is, vetettem fel meglehetősen félszegen. Miattam ugyan, ne doktor? Arról van csak szó, folytatta, miközben Poirot invitáló kézmozdulatára helyet foglalt, hogy egy vallomást kell tennem. Valóban? Kérdezte Poirot udvariasan. Ó, tulajdonképpen nincs semmi jelentősége. De az a helyzet, hogy tegnap délután óta állandóan furdal a lelkiismeret. Ön azzal vádolt minket, Monsieur Poirot, hogy valamennyien eltitkolunk valamit. Én bűnösnek vallom magamat. Suba alatt tartottam valamit. És mi légyen az, Monsieur Raymond? Amint mondtam, nincs semmi jelentősége. Mindössze ennyi. Adósságaim voltak, keserves adósságok, és ez az örökség a lehető legjobbkor jött. 500 font újra lábra állít, és még marad is belőle valami. Ránk mosolygott azzal a megnyerő őszinteséggel, amely oly szeretetre méltóvá tette. Tudja, hogy van ez. Egy gyanakó tekintetű rendőr, az embernek nincs kedve bevallani, hogy zűrben van, a pénz. Azt hiszi, hogy ez nekik nem nagyon fog tetszeni. De hát igazán szamár voltam, hiszen Blunt meg én 9:45-től kezdve egyfolytában a biliárdszobában tartózkodtunk, tehát bombabiztos alibim van, hogy nem kellett félnem semmitől. Mégis, amikor tegnap ön úgy ránk mennydörgött, hogy eltitkolunk valamit, erősen furdalt a lelkiismeret, és úgy gondoltam, jó volna, ha ez nem nyomna a lelkemet. Felállt és újra ránk mosolygott. Fiatal ember, maga nagyon bölcs, bólogatott helyeslően Poirot. Amikor én tudom, hogy valaki eltitkol előlem valamit, mindig arra gyanakszom, hogy amit eltitkolnak, az nagyon csúnya dolog. Helyesen tette, hogy szólt. Örülök, hogy tisztáztam magam a gyanú alól, nevetett Raymond. No, akkor megyek is. Szóval erről van szó, egyeztem meg, amikor az ifjú titkár mögött becsukódott az ajtó. Igen,
helyeselt Poirot. Bagatellügy. De ha nem lett volna a biliárdszobában, ki tudja. Végül is sok-sok bűntény követtek már el, jóval kevesebbért, mint 500 font. Minden attól függ, mekkora az az összeg, ami tönkre tud tenni valakit. Ez relatív, nem? Gondolt már arra, barátom, hogy abban a házban milyen sok embernek állt érdekében Ackroyd halála? Mrs. Ackroyd, Miss Flora, az ifjú Mr. Raymond, a házvezetőnő, Miss Russell, sőt valójában csak egynek nem, Blunt őrnagynak. Amikor kiejtette Blunt nevét, olyan különös lett a hangja, hogy értetlenül néztem fel. Nem egészen értem magát, mondtam. Azok közül, akiket megvádoltam, ketten már elmondták nekem az igazságot. Gondolja, hogy Blunt őrnagynak is van valami rejtegetni valója? Ami azt illeti, mondta Poirot hanyagul. Van egy mondás, ugyebár, miszerint az angolok egyetlen dolgot titkolnak, a szerelmüket. És Blunt őrnagynak véleményem szerint nem kenyere a titkolózás. Néha azon töprengek, mondtam, nem jutottunk-e elhamarkodott következtetésekre egy kérdésben. És mi az? Feltételeztük, hogy Mrs. Ferrars zsarolója szükségképpen Mr. Ackroyd gyilkosa is. Nem fordulhat elő, hogy tévedtünk. Poirot energikusan bólintott. Nagyon jó. Igazán nagyon jó. Kíváncsi volt, a messzébe fog-e jutni az ötlet. Természetesen lehetséges, de egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. A levél eltűnt. De ez azért, ahogy mondja, nem szükségképpen jelenti azt, hogy a gyilkos vette magához. Amikor maga rátalált a holttestre, Parker eltüntethette a levelet, anélkül, hogy maga észrevette volna. Parker. Igen, Parker. Mindig visszajutok Parkerhez. Nem mint gyilkoshoz, nem. Nem ő követte el a gyilkosságot. De kire illik jobban a rejtélyes gazvickó szerepe, aki terrorizálta Mrs. Ferrars-t? Lehet, hogy valamelyik King's Paddock-i cseléttől hallott valamit Mr. Ferrars haláláról. Minden esetre sokkal valószínűbb, hogy ő tudta meg valahogyan a dolgot, mint egy valami vendég, például Blunt. Lehet, hogy Parker tette el a levelet, ismertem el. Én csak később fedeztem fel, hogy eltűnt. Mennyivel később? Miután már Blunt és Raymond is a szobában voltak, vagy az előtt? Nem emlékszem, mondtam lassan. Azt hiszem, előtte. Nem, utána. Igen, majdnem biztos vagyok benne, hogy utána. Akkor három emberre kell gyanakodnunk, mondta Poirot elgondolkodva. De Parker a legvalószínűbb. Azt javaslom, próbáljunk ki egy rövidke kísérletet Parkeren. Mondja, barátom, elkísérne engem Fernleybe? Mondtam, hogy szívesen, s tüstént el is indultunk. Poirot azt mondta, hogy Miss Ackroyddal óhajt beszélni, és Flora hamarosan le is jött hozzánk. Mademoiselle Flora, mondta Poirot, meg kell osztanunk egyeddel egy kis titkot. Nem vagyok még teljesen biztos Parker ártatlanságában. Szeretnék egy kísérletet végezni a kegyet segítségével. Rekonstruálni akarok egyet mást abból, amit Parker akkor este csinált. De ki kell gondolnunk valamit, hogy mit is mondjunk neki. Aha, megvan. Szeretnék meggyőződni róla, hogy a kis előtérből kihallatszanak-e hangok a teraszra. Akkor legyen olyan jó, csöngessen Parkernek. Csöngettem, és a komornyik azonnal megjelent, nyájasan, mint mindig. Csöngetett, uram? Igen, kedves Parker. Egy kísérletet tervezek. Kiállítottam Blunt őrnagyot a teraszra, a dolgozószoba ablak elé. Szeretném tudni, meghallhatta-e valaki akkor este Miss Ackroyd és a maga hangját a teraszról. Szeretném újra eljátszani azt a kis jelenetet. Hozza elő talán a tárcát, vagy mit is vitt akkor este? Parker eltűnt, mi átmentünk az előtérbe, a dolgozószoba ajtaja elé. Hamarosan üvegcsilingelést hallottunk a nagy hallból, és az ajtóban megjelent Parker a tálcával. Rajta szódás üveg, viszkis palack és két pohár. Egy pillanat, mondta Poirot. Fölemelte a kezét, és nagyon izgatottnak látszott. Mindent a legnagyobb rendben kell csinálni. Pontosan úgy, ahogyan történt. Ez az én egyik kis módszerem. Külföldi szokás, nem, de uram, mondta Parker. Ezt hívják a bűncselekmény rekonstrukciójának, ugye?
Parker rendíthetetlen nyugalommal állt, és udvariasan várt a Poirot utasításait. Aha, hogy tudja a derék Parker? Kiáltotta Poirot. Olvasott ezekről a dolgokról. Már most nagyon kérem, mindent a lehető legpontosabban. Maga kintről a holból jött. Így. Mademoiselle pedig hol is volt? Itt, mondta Flora közvetlenül a dolgozószoba ajtaja elé állva. Pontosan így, uram, mondta Parker. Éppen becsuktam az ajtót, folytatta Flora. Igen, kisasszony, helyeselt Parker. Még ott volt a keze a kilincsen, úgy, mint most. Akkor gyerünk, mondta Poirot. Játsszák el itt nekem ezt a kis színjátékot. Flora az ajtó előtt állt, keze a kilincsen. Parker pedig belépett a holból az előtérbe vezető ajtón a tálcával. Éppen, hogy belépett az ajtón, amikor Flora megszólalt. Ó, Parker, Mr. Ackroyd azt óhatja, hogy ma éjjel már ne zavarják. Így volt? Tette hozzá lehalkítva a hangját. Legjobb emlékezetem szerint igen, Miss Flora, mondta Parker, de azt hiszem, az este szót használta az éjszaka helyett. Aztán némileg szimpatiasan fölemelte a hangját. Igen is, kisasszony. Bezárjak mindent, mint rendesen? Igen, kérem. Parker az ajtón át visszavonult. Flora követte, majd elindult fölfelé a főlépcsőn. Ennyi elég? Kérdezte a váll fölött. Csodálatos, jelentette ki a kis emberke a kezét dörzsölve. Mellesleg Parker, biztos benne, hogy két pohár volt a tálcán akkor este? Kinek volt a második pohár? Mindig két poharat hozok, uram, mondta Parker. Valami egyéb, uram? Semmi. Köszönöm. Parker visszavonult mindvégig, méltóság teljesen. Poirot a hol közepén állt, és töprengő arcot vágott. Flora lejött a lépcsőn, és csatlakozott hozzánk. Sikerült a kísérlet? Kérdezte. Tudja, nem értem egészen. Poirot hódoló mosolyt vetett rá. Nem is kell föltétlenül értenie, mondta. De mondja csak, tényleg két pohár volt akkor este Parker tálcáján? Flora a homlokát ráncolta. Igazán nem tudok rá visszaemlékezni, mondta. Azt hiszem, igen. Ez volt a kísérlet célja? Poirot megfogta a kezét és megpaskolta. Így is megfogalmazhatja, mondta. Engem mindig érdekel, hogy megmondják-e az emberek az igazságot. És Parker igazat mondott? Azt hiszem, hogy többé-kevésbé igen, mondta Poirot elgondolkodva. Néhány perc múlva már indultunk is visszafelé a faluba. Mi volt a célja azzal a kérdéssel a poharakról? Kérdeztem kíváncsian. Poirot vállat vont. Az embernek kell mondania valamit, jegyezte meg. Ez a kérdés épp úgy megtette, mint bármi más. Rámeredtem. Most minden esetre megtudtam valamit, barátom, mondta komolyabban. Amit tudni akartam. Maradjunk ennyiben.